A társaság leállítja a Gemenci Állami Erdei Vasút közlekedését, zárva tart a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ is, valamint elmaradnak az ökoturisztikai programok. A ciklon következtében a Duna vízgyűjtő területén lehullott nagy mennyiségű víz megérkezik Európa legnagyobb egybefüggő ártéri erdejébe, Gemencbe is. Ennek előzményeképpen több mint egy hete megkezdtük az árvízvédelmi munkákat, ami jelenti a faanyagnak a kihordását a hullámtéri területekről, az épületeinknek a kiürítését, a műszaki létesítményeknek a védelmét és a vadállomány szoktató etetését a vadmentő dombok, körtöltések és az ármentett területek irányában. Elrendeltük az erdőlátogatási tilalmat a mai naptól. Az erdőlátogatási tilalom minden vízi, szárazföldi járműre és gyalogos közlekedőkre is vonatkozik. És pontosan tudjuk azt, hogy mivel tudjuk a vadállományunkat a legnagyobb mértékben segíteni a túléléshez, ez pedig az, hogyha nyugalmat hagyunk a vadnak, és azokon a természetes vagy mesterséges magaslatokon, amelyek rendelkezésre állnak, a vad nyugalmat talál. Kezdeményeztük a vármegyei védelmi bizottságoknál az 55-ös főútnak a lezárását is, ami szintén a vadvédelmét szolgálja. A felázott erdőtalaj és a fakidőlések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan ármentett területekre is betörhet a víz. A vészhelyzetet tovább fokozza, hogy a Duna gyors emelkedése miatt a területen a víz erős sodrással érkezik.